Kinsavat locsolt hét görög püspök felé egy ortodox pap egy aténi kolostorban. A 37 éves tettes a meghallgatásakor támadt rá feletteseire, amikor azok éppen az ő leváltásáról tanácskoztak. Kokain birtoklás miatt ugyanis a papot korábban letartóztatták. Az egyik püspök elmondta, hogy a savas folyadék mindent megmart, ami csak az útjába került. Azokat, akiket ért a folyadék, azonnal kórházba vitték. Az orvosok tájékoztatása szerint könnyebb égési sérüléseket szenvedtek. A papot a rendőrök elfogták, nem volt olyan állapotban, hogy kihallgassák, egyelőre egy pszichiátriai kórházban őrzik. Mentális betegségben szenved, kemény antidepresszánsokat szedett, mondta védencéről a pap ügyvédje. A férfi a hátizsákjában vitte be a tárgyalásra a kénysavat, amelyet korábban az internetről rendelt.